Jelmezt töltve sürgették meg a tavasz beköszöntét ma délután a Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola diákjai. Az intézmény hagyományos farsangi mulatságára megtelt a tornaterem az egyéni és csoportos maskarásokkal, és természetesen az őket kísérő szülőkkel. A Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola apraja nagyja jelmezt töltött a hagyományos télbúcsúztató karneválon. Voltak, akiket a most divatos rajzfilmek ihlettek meg, szép számmal jelentek meg a klasszikus maskarák is, mint a hercegnő vagy a bohóc, de rajongói gyűrűjében a szívtipró is a színpadra lépett. Az osztályok között olyanok is akadtak, akik csapatban mutatták meg magukat. Az volt ez a lap, hogy a fiúk lesznek az amerikai focisták, a lányok meg a pompom lányok, aztán elkezdtük gyakorolni az ilyen lépéseket, meg minden, és így alakult ki. A fiúknál fontos volt a sisak és a kitömött váll, míg a lányok esetében a látványos szoknya elkészítése. A kezembe ez a pompom, meg papír, újságpapírból csináltunk szoknyát, és ugye ökoiskola vagyunk, és akkor azért csináltunk újságpapírból szoknyát. Az iskola diákjai egész héten erre a farsangi felvonulásra készültek. Egy teljes projekt hét erről szól ilyenkor, a farsangra készülünk, a folyosón elhelyezett úgymond kiállításszerű plakátok, monumentális dolgok már azt jelzik, hogy a hangulat itt péntekre már a tetőfokára hágott, illetve ugye az alsósok egy kicsit más típusú farsangot szerveznek, illetve a felsősöknek már inkább csak is a gyerekek vannak jelen, és a szülőktől egy kicsit mentesítve van egy inkább buli jellegű hangulat. A felnőttek sem maradnak ki a jóból, számukra február 25-én tartanak jótékonysági vacsoraestet, ahol az iskola az Isten pénze című musical színpadra állítására gyűjt.